Üdv mindenkinek! Az első körben a Corvinusok Corvinus Kristóf, Corvin János és hát általuk Mátyás király, illetve Hunyadi János apajágon öröklődő Y-kromoszómális apró csoportját, SMP-t fogjuk vizsgálni a tekintetben, hogy milyen rokonsággal rendelkezik. Az első, a Szeged 83-as minta, az egy középső avaridőszakból időszakból származik, a Kárpát medencéből. Aztán van egy olyan, hogy Karatau 1-es minta, az a vaskori Közép-Ázsiából származik. Tehát eddig ez a kettő, fogalmazunk úgy, hogy a jellegű Éfeszítő népek irányába mutat. Aztán van a Szegvár 829-es minta, az pedig késő vaskori, mint a Magyarország területéről, hát akkor az kíták éltek, ugye? Szegvár területén, a Dulán túlon pedig a kelták szkitákat, a preszkiták, a keltákat pedig a halstatti kultúra előzte meg a vaskorban. De hát a keltákra is jellemző volt a halomsíros temetkezés például, meg a halstatti kultúrára is, úgyhogy összeköti őket mindenféleképpen keleti szomszéd kultúráikkal. Aztán van az Orosháza 51-es és a Pitvaros 12-es számú minta, ez két minta, viszont mind a kettő a középső aval időszakból tartozik. És Magyarország területéről természetesen. Is. van egy Tiszafüredi 190 ánk szintén késő avar időszakból. Orosháza 106, késő avar időszak. Sárét udvari 182-es minta pedig középkori magyar kulturális csoportból származik. Tehát az ava, tehát a, hogy anyai ágon volt-e vlahvér, olávér a korminusokban, azt nem tudni, de hogy apai ágon nem, azt tudni. Ugyanis, már ugye ez az e csoport is egy igen nagy és szerteágazó genetikai család közös de maga ez a specifikusan a korvinokra jellemző úgynevezett E-kor, vagy E-cor, nem ugye korvin, e egyes 1-es apró csoport, ez, ez, úgy néz ki, hogy hát ugye ez a rengeteg avar, a vaskori kárpát ez szkítái, a vaskori közép-ázsia és egy középkori magyar csoportát, ez semmi esetre sem le, lehet azonos vlach pásztorok genetikai hagyatékával. Talán kunéval igen, mert tudjuk nagyon jól, hogy az egykori regát, sajnos most már és Párcommal kibővülve, ugye Románia, de az egykori regát, ahogy Havasalföldöt és Moldvát, Moldvát jelenti, az hát népek uralma alatt volt. Tehát tatárok, mongolok, kunok, úzok, besenyők, stb. És hát a hunok elítje, bocsánat, a, a havaselföldiek, moldvaiak elítje, elit csoportja, az, az egyes román történészek szerint sem volt olá eredetű. Fel, fel is teszik a kérdés, hogyha Basarab, meg Toktamir, ugye, a Tahomériusnak fordítgatnak, Ku Türk-komongol eredetű neve van, akkor nem lehet, hogy a származásuk is az. Tehát így felteszik a kérdést. Tehát a hunyadiak apai ága egészen biztosan nem olá eredetű, hanem egy sztyeppei jelenlétet mutat, illetve sztyeppei népekkel hozható kapcsolatba. A vaskori középázsiai szkíták elindulnak Magyarország területére, és itt beolvadnak a későbbi avar és középkori magyar társadalomba. ez lehet az egyik megoldás az eredetükre, a másik pedig, hogy még a középkori magyar csoport is őrzött egy olyan ősi, vaskori középázsiai génállományt, amit az avarok is megőriztek ez a megoldási is Egy biztos, hogy szó nincsen apajágon, olá eredetről. Nézzük most a, ugyanezt az árpádokra vonatkoztatva. Hát nyilvánvalóan Szent László, harmadik Béla és András Halics hercege szerepel mintadóként az Erarp Hapro csoport kapcsán. és hát nyilván ők egymással rokonok is, tehát nem történt félrelépés. Rögtön jön ez a kizilasker 129-es minta, ez Közép-Ázsia vaskoráig repít minket vissza, Tihensen területére, Kazaksztán területére, tehát itt a vaskori ázsiai szkítákkal mutat rokonságot, az Árpádok turulgénje, vagyis apai haplocsoportja. Aztán van ez a Szólád egyes minta, ami korábban e, Szólád 0 mintaként, bronzkori kárpát mintaként szerepelt, most már késő-Avarkori Szólád egyes es mintaként szerepel, vagy ezt a Szólád 0 át eltüntették, én nem tudom, hogy azonos mintáról van-e szó. Minden esetre én mindig meg fogom említeni, amíg élek, hogy szólárnál először egy árpádokkal apai egyező, de bronzkori pannoniai maradványt találnak. Ez a szólár egy viszont avarként, késő avarként szerepel az adott bázisban. Aztán az Árkus 49-es mintával szintén a késő avar besorolást kapja. Aztán bronzkori sztyeppei kulturális csoportkör, megint csak a bronzkori preszkíták irányába megyünk, ez pedig a Cserjabinszk 1053 as mintájával való egyezés lenne a turulok kapcsán. Kamennyi szintén bronzkori preszkíta sztyeppei analógiákkal bír. Kárágás 4262, Szamara völgy 32, Minta, mind a kettő bronzkori közép-ázsiai kulturális kapcsolatokkal bír. Tehát a, az Árpádok őstörténete, ami a krónikás hagyományban ugye a területén játszódott zömmel, azt a genetika apai ágon gyönyörűen meg is erősítette. Hát gyakorlatilag megint csak azt lehet mondani, hogy a kárpát medence az eurázsiai sztyeppe rendszer pontján a bronzkortól kezdődően a késő avar korig vannak Genetikai egyezések, az árpádok, a dinasztia vonatkozásában. Köszönöm a figyelmet!